Sziasztok, kedves AVTV nézők! Ezúttal a Török Bálinti Házimozi Stúdió bemutató termébe jöttünk el, hogy kipróbáljunk egy általunk már régóta várva várt háromutas álló hangfalat. Ez az amerikai Revel cég F208-as típusa. Az F208-as hangfal egy különleges procedúrának a végeredménye a Harman Luxury Audio Group által szponzorált, kb. fél millió dollárból megépített tesztkamrába készítették, fejlesztették ki ezt a hangfalat. Ez egy elsötétített helyiség, ahol a teszt hallgatók egy kényelmes fotelba leülnek, és egy sötét függöny másik oldalán velük szembe egy elektronikusan mozgó panel sor cserélget mindenféle gyártótól származó és mindenféle árkategóriát képviselő ö, hangsugárzókat. És ezek között elértik általában a Revel saját megoldásait is, és nincs róla pontos információ, hogy hány órát töltöttek el ilyen tesztelésekkel, de így fejlesztették így gyakorlatilag az F208-at, hogy a vele megegyező kategóriájú vetétásokkal legalább összemérhető, ha nem jobb teljesítmény produkáljon. Egyéb iránt az F208 egy klasszikus háromutas konstrukció, előre néző reflexnyílással rendelkezik, ami némiképp megkönnyíti a szobán belül történő elhelyezést. Teljes mértékben alumínium hangszorú készlete két darab 20 cm átmérőjű basszusmembránból, egy 13,5 cm-es középsugárzóból és egy 2,5 cm-es magas sugárzóból tevődik össze. A magas sugárzó egyébként a Revel saját fejlesztésű szabadalmú hullámvezetőjébe lett beültetve. Ennek az enyhén töltséres szerkezetnek köszönhetően a Revel fejlesztőjének elmondása alapján sikerült azt megvalósítaniuk, hogy a magas hangok a középső frekvenciákkal feltűnésmentesen összeolvadjanak, hogy tényleg úgy érezzük, hogy egy testből, egy blokkból szólal meg a hang, ami nem hátrány, hanem szükségszerű egy audiofil háromutas hangfal esetében. Az F208 doboza Indonéziában kerül összeszerelésre, ugyanakkor a kabinet gyártása olasz mesteremberek által történik. Ez itt mellettem a zongora kivételű kivitelű változat, de elérhető nagyon szép dekoratív lakozott diófa színben is. További érdekesség, hogy a hangfal hátulján kis kapcsolók, potméterek segítségével tudjuk szabályozni a magas frekvenciás kiterjedést, a magas sugárzó érzékenységét úgymond, és a basszusok intenzitását ez elsősorban annak a függvénye, hogy milyen szobaakusztikával rendelkezünk, illetve nyilván mindenkinek a saját ízlése alapján be lehet állítani, hogy esetleg egy lehelletnyit kevesebb vagy több frekvencia kerüljön bele az általunk hallott hangképbe. Például az általunk tesztelt rendszerben egy picit vissza kellett venni egy fél decibelt a magas sugárzóból, és úgy sikerült ezt a tökéletesen egybeolvadó hanghatást elérni. Az F208-at kipróbáltuk emotíva és árkám készülékláncra csatlakoztatva, számos filmmel, zenével leteszteltük, kipróbáltuk sztereóban is, és 5.1-ben is gyárt hozzá tartozó háromutas centert, és dipol háttérsugázót is a Revel, de főleg sztereóban hallgattuk, és ez bizony egy elképesztően, elképesztően precíz és, és hallhatóan modern, korszerű, gyors rendszer, az a fajta sterilitás, amit produkál az F-208 lehetővé teszi, hogy tényleg azt érezzük, ami a zenében történik. És nem csak szimplán azt érzékeljük, hogy persze ezek a hangok szépek, tiszták, meg jól szólnak, hanem pszichikailag sikerül az embernek belemerülni, abszolút belefeledkezni a zenébe. Ez tényleg egy ilyen mentális kikapcsolódás meghallgatni egy ilyen hangfalat hiszen megszűnik minden más, és tényleg teljes mértékben ö, megkapjuk a legapróbb részleteket is a zenékből. A hangfal előnyei közé tartozik az, hogy nagyon széles sztereó hangszínpad ábrázolására képes, nem feltétlenül kell a sztereó háromszak közepébe ülni ahhoz, hogy halljuk, hogy melyik hangszer melyik oldalról szól, meg szépen kiépített, nagyon levegős, nagyon tágas ez a tér, amit kibocsát magából, illetve ez egy hatalmas, nagy monstrum erőgépnek tűnik, amivel majd mi lebontjuk házfalait, de ezt senki se higgye egy pillanatra sem. Nem dühöngésre lehet kifejlesztve az F208, nagy hangerőm sem fogunk öm, döngető, izmos, diszkós basszusokat kapni egy ilyen dobozból. Itt tényleg az volt a tervezők célja, hogy a legegyenletesebb menet, a legalacsonyabb torzítás mellett tudjanak egy kiegyensúlyozott teljesítményt produkálni. Ettől függetlenül a nagy méret előnye, hogy egészen extrém hangnyomást tudunk kifejteni, hogy aki koncertélményre vágyik, akár egy 30-40-50 négyzetméteres helyiségbe, az jó eséllyel megkapja egy pár ilyen doboztól. Az F208-al kapcsolatos tudnivalók, információk, érdekességek és ö, hallgatói tapasztalatok csokorba szedve rendelkezésre állnak, mint mindig, most is itt tudjátok elérni kimerítő cikkünket a videó alatti hivatkozásra kattintva. Hogyha további érdekességekre, hifi és házi mozi újdonságokra vagytok kíváncsiak, akkor ne felejtsetek el feliratkozni YouTube csatornánkra, ha pedig erre a szépségre vagytok kíváncsiak, akkor bármikor előzetes időpont egyeztetés követően meg tudjátok hallgatni őt és kisebb, illetve nagyobb testvéreit a házi mozi stúdióban. Gyertek vissza máskor is, sziasztok!